Kívánok, Lackó Balázs, anesteziológus és intenzív terápiás orvos vagyok a Dunaszerdahelyi anesteziológiai és intenzív terápiás osztályon dolgozok. Épp a 24 órás ügyeletem előtt állok, és sok kérdés van a fejemben, a kiszámíthatatlanba megyek sajnos minden nap új betegekkel. Új kritikus állapotú betegekkel találkozunk, úgyhogy várom az információkat, és várom, hogy felvegyem a munkát. Fennáll a veszélye annak, hogy nem tudunk minden betegnek ugyanolyan ellátást nyújtani, amilyet szeretnénk. Van itt, látjátok, ez a három. Alsó szinten ott például most nincs semmi, ott az ortopédiai osztály volt. Első emeleten van az intenzív részleg, ott vannak a legsúlyosabb betegek. Fölött az egyel könnyebb állapotú betegek. Harmadik szinten maradt meg egyedüliként a nem Covid belgyógyászat és a neurológia együttvéve, és a negyedik emeletet is kénytelenek voltunk megnyitni, mint Covid osztály, de mindig nem elég a kapacitás, és mindig, amikor azt gondoljuk, hogy ez már elég lesz, akkor betelik az az osztály. És van még hely? Még pár tegnap még volt, de nem tudom, hogy ma van-e. Alapja ennek az egész ellátásnak. Nagyon sokan azt hiszik, hogy csak a lélegeztetőgép száma a fontos, egyáltalán nem. Ha lenne 10-15-20, akkor is minden egyes lélegeztetőgéphez kellett szakosított nővér, aki ért hozzá. A maximális odaadottsága egy betegre, az tényleg egy nővért igényel, vagy két betegre egy nővért, és úgyhogy nem a technika számít. Előírás szerint maximum 1,5 beteg juthat egy nővére, szóval 3 betegre, 2 nővér. És van elég nővér? Mink idáig megoldottunk mindent. Megoldottunk mindent. Összes nővér idáig csak azt mondja, hogy megoldjuk. Senki nem mondja azt, hogy nem csinálom, nem akarom, hazamegyek. Amíg a erejünk van, igaz, hogy már vége felé tartunk szerintem, personálisan is. Ezzel a idegi állapottal tényleg, hogy ma utolsókot rúgjuk. De úgy mindig helyt állunk, egyik a másik helyen. Szeretném bemutatni, hogy Covid után is, Covid fertőzés után is van élet. Január első napjaiban ő beleegyezett a magas szintű légútbiztosításra és invazív lélegeztetésre került sor. Időbe léptünk közben, sok esetben ez volt a probléma, hogy számos paciens azt mondta, hogy ne tegyenek lélegeztetőgépre, mert nem szeretnék meghalni. Sok esetben későn tudtunk aztán közbelépni ezáltal, hogy a paciens azt kell mondani, kemény felűen ellenezte, hogy tudjunk neki segíteni, és sajnos sok esetben
fatális vége volt, szóval halálos vége volt a történetnek. Hetekig küzdöttünk érte, és voltak pillanatok, amikor tényleg nagyon a szélén jártunk a szakadék peremén, de sikerült, és ez ad arról tanúbizonyságot, hogy megéri küzdeni, és sose szabad feladni. Először, ha bekerül a paciens, akkor magas szintű oxigénterápia van, utána a másik stádium az a magas áramlású oxigénterápia, amit majd meg fogok mutatni a Covid osztályon. Utána még van ez a módja, ez a nem invazív lélegeztetés, ami egy sisak van a betegen, ami hermetikusan el van zárva a külvilágtól, és az segít a hozzásegít a légzéshez, és aztán van ez, ahol magas szintű légút biztosítás előzi meg, amielőtt a beteget lélegeztetőgépre tesszük, teljes altatás, és aztán ez így fordítva is igaz, ahogy a legrosszabb stádiumtól próbálunk visszamenni a harmadik, második és az első stádiumra. Úgyhogy nem megy úgy, hogy valaki invazív lélegeztetés után oxigén nélkül rögtön hazamegy, úgyhogy ez egy nagyon hosszú folyamat. Ez itt a közös filterünk, itt fogunk áttöltözni. Ez közös a három osztályunk. Személyzet nagy része már bevonultva, kétszer bevonultva, de ezután is muszáj vigyázni, mert még ezek a dolgok nem stabilak. Itt valószínűleg megint egy halkotat visznek át. Így vagyunk, így nővérek így vannak 6 órát. 3 napja így voltam én. 2 óra, szünettel 11 órát. Itt látunk egy pacient a 50-es évek elején járó, semmi alapbetegségben nem szenvedő pacient, aki pár napja lett fölvéve. Van egy szintén a 50-es évek elején járó, életerős, fiatalember alapbetegséget, az minimális cukorbetegség volt. Többet az a tudatáig lélegeztetőgében, aki jótékban a társadalmat, úgyhogy ő benne reménykedik. Rossz állapotban lévő idősebb paciens, akinek rossz a prognózisa, de mi megpróbáljuk a lehetetlen. Sajnos nem úgy néz ki, meg el kell mondani, hogy azok a betegek, akiknek a születési számuk 6-tól kevesebbel kezdődik, szóval 5 vagy 4, az őket még nem sikerült visszahozni. Nagyon nagy tartalékainak kell lenni a pacienseknek. Alapbetegséget, például a cukorbetegség, a beselégtelenség, adott esetben onkológiai betegségek nagy mértékben, vagy a rossz nutríció, vagy a túlsúly nagy mértékben rosszabbítja valakinek a túlélési esélyét. Minden rendben? Nagyon igen. Valamit csinálsz, valami aktivitást? Ez a magas áramlású oxigénterápia, amiben halljuk is, hogy áramlik nagy árammal az oxigén, ami párásítva van, és ez abban segít, hogy azokról a tüdőholjogocskákról, amikről beszéltem, amik összeesnek. Ez azáltal, hogy nagy áramláson nem hagyja, hogy összeessenek, és könnyebben tud levegőt venni utána a beteg. Ez a kép most nem negatívan ért, mert ez a beteg javult. Dobri dzień! Pani doktor Kárkoszámáne! Kollégám, igen. Úgyhogy ez is szörnyű, mert egy hete a kollégámnak volt meg az édesanyja itt nálunk, és
Szörnyű volt látni a kollégát. Most a beteget fogjuk hátra fordítani. Ez egy igényes beavatkozás, egy igényes cselekvés abból a szempontból, hogy nagyon kell figyelni, hogy az adott invazív dolgok, amik a szájból kijönnek, orrból kijönnek, katéterek ne húzódjanak ki, úgyhogy több embernek kell átfordítani. Most kétfelé mávítom a teget. Még egy picit. A brit mutánsnak is tudjuk be, hogy 2-3 hete másképp viselkednek a terápiával a betegek, másképp reagálnak, más a lefolyás, úgyhogy valami változott, ezt észrevettük mi is. Azt kéne, hogy lássák emberek, hogy mi van itt, mert sokan nem hiszik el. És nem úgy jönnek hozzá, hogy az csak semmi, az nem Covid, az semmi. Ön még találkozik olyan, aki nem hiszi ezt el? Persze, hogy. Mit mond neki? Mondom, csak egyszer jönni be a kórházba, osztályra, és meglátnak, hogy mi van. Szegény emberek hogyan szenvednek. Ez a tegnapi minden információ tegnapról a paciensről. Szétírva órára pontosan, mikor mennyi volt a testhőmérséklete, mikor mennyi volt a vérnyomása. Sokfajta gyógyszert adunk neki, antibiotikumokat, immunerősítőt, altatni muszáj őt, D-vitamint kapnak, szelént kapnak, cinket, magas dózisú, C-vitamint kapnak. Kap még ez a paciens ivermektint, már amíg nem volt lélegeztetőgépen, akkor is elkezdte szedni. Nagyon fontos náluk a vérhígító, sok esetben komplikáció lép föl a akut trombózisra, és rengeteg mikrotrombózis alakul ki náluk. Koszorú ereket elzárhatják, a hajszál ereket a veségbe, és ezáltal az összes szervet meg tudják támadni. Mikor bejönnek a betegek, megkérdezik, hogy tudják, hogy fertőzöttek meg? A kollégák, a belgyógyászok szokták megkérdezni, mi általában már kritikus betegekkel kerülünk kapcsolatba. Én már olyan stádiumban nem tartom ildomosnak, hogy megkérdezzem, mert megvan a maguk baja. De a kollégák sok esetben mondták, hogy 50-es szülinap, babazsúr, különböző családi összejövetelek. 6 óránként vagyunk, 6 óránként. Váltakozunk, úgyhogy reggel 6-tól délig vagyunk itt a Covidon, aztán 6 órától 12 este 6-ig pedig az áró, a viszont. Ennyire megterhelő? Hát eléggé. Nem is annyira fizikailag, mint pszichésen. Szerintem ezt látni nap is nagyon borzasztó. Ezt nem lehet így, ezt nem lehet egyszerűen feldolgozni, ez nem olyan, hogy bezárom az ajtót, aztán hozzam megyek, ez az ember, ez benne van. Én meg tudom mondani a legelső betegünket is, aki, amikor kezdődött a Covid, pontosan a nevére emlékszek, emlékszek a férjére, emlékszek rá, meg tudom mondani, itt feküdt a legelső betegünk a legelső ágyon. Mai napig emlékszek rá, sajnos ő meghalt, de nem, ezt egyszerűen nem lehet, ezzel úgy élünk. Ez van most, ezt próbáljuk meg kezelni, meg próbáljuk megállítani, amennyire tudjuk, közös erővel, de ezzel nem lehet túl lenni. Próbálja az ember a hétköznapi életét élni, de ilyen körülmények között, meg ilyen munkával valószínű, hogy nem mindenki. Ez egyszerűen nem sikerül. Nem úgy mondom, hogy nem tudok élni otthon, nem tudok a családra figyelni, persze tudok. De ez mindig ott van. Mindig ott van, hogy fog csörögni a telefon, be kell jönni munkába, mert esetleg jött egy ötödik beteg, jött egy hatodik beteg, úgyhogy ez mindig benne van. Éjjel nincsen senki, egy kollega nem se kapcsolja ki a telefonját, se éjjel, se nappal.
Úgyhogy mi állandóan ilyen készenlétben vagyunk, hogyha esetleg be kell jönni, akkor fél órán belül be tudjunk jönni. Akik bekerülnek ide az interjúra, azokból, ha egy 10-ből valamennyi arányt tud mondani, akkor 10-ből mennyi kerül mindenki? Ezek közül, a betegek közül, akik így vannak, akik mellett állunk, 10-ből 1,5. Az, aki kikerülne? Igen. Nagy tartalék kell a betegeknek, hogy azt a behatást is átvészeljék, amit a invazív lélegeztetés okoz. Uraim, kávé! Tessék, vagyok! Gyorsan változik a betegek állapota, mert amelyik emeletre most megyünk, ott vannak a legenyhébb súlyosságú betegek, és most onnan jelentették, hogy egy betegnél hirtelen leromlott az állapot, és megyünk megnézni, hogy kell-e segítenem nekik, vagy nem. Emeletre, úgyhogy jobban meg fogjuk figyelni, de ő még messze nincs olyan állapotban. Ismét 12 órát voltam a Covid osztályon, amiből 14 óra lett, mert volt egy komplikált betegünk, akinél az egyik komplikáció követte a másikat. Úgy veszem észre, hogy a többi megbetegedés úgy, mintha visszaszorult volna. Például most már influenza szezonnak kéne lennie, és még nem nagyon találkoztunk influenzás tüdőgyulladással, ami azért évente volt 3-4, amit meg kell mondani, de a kételkedők, akik azt állítják, hogy olyan ez a Covid, mint a influenza, azt nem lehet összehasonlítani, a számokat se, és a kimenetelt se. Régi törzs, amivel tapasztalatunk volt, ott ilyen 3% körüli volt a hospitalizációt igényelő betegek száma, de ez más ez a brit mutáns, úgyhogy nem tudom. Úgyhogy megint csak a kérdőjelek és kérdőjelek. Holnap vár egy 24 órás műszak a mentőszolgálaton, és aztán rögtön megyek a kórházba, szóval kicsit pihenek, és utána újult erővel nekivágok. Mennyien haltak meg két napja, vagy tegnap előtt 21-en? Olyat hallott. Náluk volt akkor, ezen a osztályon volt összesen egész nap 6. Sajnos. Akiket láttak két napja, abból 3 betegünk sajnos eltávozott, amire számítottam is. Aki egy kolléganő, aki szintén lélegeztetőgépre tettem aznap este, sajnos ő is eltávozott, úgyhogy sajnos rengetegen most az elmúlt két napban meghaltak. Hogy vagyunk? Jobban, mint két napja, úgy látom. Jó enni, jó, szuper. Na, mindig így elbeszélgetünk a pacienssel. Ha enni tud, inni tud, összefüggően beszélni, akkor nem olyan rossz még a helyzet. Jó, megyünk a arteriális katéterbe vezetni.
lehet látni, hogy másodpercenként az a piros számok változik, hogy mennyi a vérnyomása. Ez arra jó, hogy rögtön tudunk reagálni abban a másodpercben, nekünk az intenzív osztály arról is szól, hogy és a koronavírusos betegek főként, hogy hirtelen szokott rosszabbodni az állapotuk. Tehát nekem az kell, hogy hirtelen a nővér itt van, látja, hogy én itt vagyok. Hirtelen tudjuk vagy lejjebb vinni azt a vérkeringés számogatást, vagy följön. Megyek, megnézem azt az új beteget. Centrálvénás katétert fogunk bevezetni. Hozom a tomográfot, segítségével előtte megnézem a mellkast, hogy milyen állapotban van. Szinte ennek a felállt idejének, ennek 95%-ig károsult. Itt azért látok, hogy kicsit jobb ez a bal fele. Azért van valószínűleg életben is. Ezt a csövet fogjuk a színig bevezetni. Nem vagyunk az artériába. Egy drótot levezetek a szívig. Most jön a katéter. Közvetlen kapcsolatban vagyunk a vérkörrel. Bent feküdt a edészeten. És ott rájöttek, hogy meg is van fertőződve a koronavírussal. Sajnos még a járvány elején még elég jól ki tudtuk védeni. Sajnos ez már annyira el van terjedve, hogy ilyen is megtörténhet néha. Sajnos meg is történik, hogy valaki bejön más betegséggel, és elkapja a koronavírust a kórházba. Hogy ezért is apelálok az emberekre, hogy tartsák be, mert nem egyszer hallottam meg, most is a mentőn voltam, és a kolléga mondta, hogy 3 napja teszteltünk egy házaspárt, és minap találkozok velük a villában, még hangosan rájuk is köszöntem, hogy vegyék észre magukat, és sajnos nem vették ők, mosolyogva visszaköszöntek egy egyszerű sebészeti, azzal a legegyszerűbb maszkal, nem is volt rajtuk FFP2-es, sok esetben főleg az idősebb generációnál vettem észre, hogy rajtuk van az a maszk, de semmit se takar a légútjaikból. Ezek a nagyon nagy problémák, hogy vannak ilyen felelőtlen emberek is. Magyarokon mondta, hogy tőle szokták gyakran kérdezni, hogy tényleg igaz ez az egész? Ilyen komoly ez a komoly? Ilyen van önnel? Igen, kérdezik, de én úgy érzem, hogy fölösleges akármit is mondani, mert nem akarják elhinni. Mit szokott ilyenkor mondani? Nagyon már semmit, már csak összevesznék mindenkivel, úgyhogy úgy érzem, hogy már fölösleges. Úgy belefárad a ember. Sőt, a közeli családi körökbe, akikkel már többször volt ilyen konfrontáció védette, úgyhogy de már inkább nem oldom, mert csak fölhúzom saját magamat, úgyhogy... Annak ellenére, hogy itt dolgozom, és ők tudják, hogy itt vagyok, tudják, hogy mi van itt, és mégis egyszerűen olyan stúcs politika. Voltak itt most ilyen sajnos elég fiatalok elhalálozás, és azok a hozzátartozókat ismertem, és mondták ők is, hogy addig még nem nekik a hozzátartozó, addig ugyanúgy őt nem hitték el. Úgyhogy most van bennük az, hogy most már elhiszik. Milyen volt a legfiatalabb? Jóformán itt azért, én azt tartom, hogy azért a 70 éves is fiatal, ha azt hiszem, mert azért, ha mondjuk van egy cukorbetegsége, és élhet még bőven 20 évig, és unokáját vagy akárkit megnézhet, hát a legfiatalabb, aki volt, az azt hiszem 90-valahányos. Régóta van bent?
Nem, én tegbe fogoljam. Én meg kedvoltam. Itt az asszonyok egy nappal tovább. Itt a felesége. Itt a felesége is? Persze. Igen, vigyázzanak. Igen, vigyázzanak. Ez nem gyerekjáték. Ez nem gyerekjáték. Aki azt gondolja, hogy a gyerekjáték, az mellette van. Igen, igen, mellettem. Azt tudja, hogy hol fertőződött meg? Én üzletben dolgozok. Mint is vigyáztunk, állandóan maszka, kunikesztyű. Bekerültünk ide, igen. Innen, amikor kerülünk ki, az nehéz. Tényleg, ha valaki azt mondja, hogy így vagy úgy, orvosok, menjen a nébe. Bártál így úgy, a öcsém. Nem létező dolog. A nővérek is hatalmas. Na, mit tudnak megcsinálni? Mint már jóformán azt lehet mondani, hogy a patológussal tegező viszonyban vagyok, hát konkrétan nekem akármennyik szolgálatom van, minimum sajnos két elhalálozás van. Úgyhogy az a minimum. Mikor halt meg valaki legutoljára? Most. És hány óra van? 10 óra. És 7-ig itt vagyok. Akkor többnyire hajnalban vannak elhalálozások, és azért föl kell tenni valakit, hozzátartozót, eleve. Hát, el lehet képzelni, hogy milyen. Nehéz hívogatni és megmondani. Volt olyan eset az utóbbi egy hónapban mondjuk, ami meg is ragadt önben? Akkor jön esti szolgálat, és akkor 7-től nyomtuk reggel 7-ig, amiből 5 elhalálozás volt, és 5 fiatal. Ugye abból 4 újraélesztés, sikertelenül és egy sikerült rátenni erre a lélegeztetőgépre, de aztán hallottam a kollégától, hogy az is sajnos sikertelenül. Úgyhogy az olyan nagyon-nagyon rossz szolgálat volt. De valahogy muszáj sajnos csinálni ilyen blokkot, hogy tudjon ember tovább működni, mert akkor nem lehetne ezt a szakmát csinálni, úgyhogy akkor ülnék valamelyik sarokba és 24 órát bőgnék. Megmondom őszintén, hogy már nehéz azt mondani, hogy majdnem, hogy rutin. Már akkor vagyok meglepődve, hogyha valakit hazaengedek, és nem a halottas papírját írom ki. Én mindenkinek azt üzenem, hogy tartsa meg előírást. Mert bekerül ide, itt aztán majd megtanulja magyarok istenet. Tudja, ott nincs a vevőnek a homlokára írva, hogy covidos vagy, vagy nem vagy covidos. Ki kell szolgálni. És bemennek a pozitívak is? Nem, hogy bemennek, begyöhetnek. Azt mondják, hogy a legközelebbi üzletbe elmehet. Mennyien könnyen, olyan könnyen vették, Vegyen hozzám az üzletben, és így csinálja. Hát ott mondhattam a maszkot. Mondom, édes hölgyem, ne haragudjon. Menjen haza érte. Nézd rám, menjen haza érte. Én nem dobom ki magát. De menjen hazaérte, és utána gyert. Nem egy emberrel találkoztam kint is, aki azt mondta, főnök, vigyázzon. Én már voltam benne. Főnök vágott. Mondom, gyerekeknek is. Gyerekek, vigyázzon. Hiába. Elkaptam. Én mindig találkozok olyan, aki azt mondja, hogy szerintem ez. Tőlem kérdezik, hogy Balázs, szerinted is komoly ez a betegség? És aztán én mondom rá, hogy hát én nekem a szabad perceimet veszi el a családomtól is, mert állandóan itt vagyok, most is 48 órája dolgozok, vagyis nem fogok, a hónap seggel hazamegyek is. Hegy kell állni, és ránk néha senki se van tekintette, és valamikor ez nagyon demotiváló tud lenni, hogy például itt a nővérek is a kollégának még nem kérdeztem tőle éppen, mert csak kérdeztem, akartam kérdezni, hogy milyen volt ez a pénteki szolgálat,
gondolom katasztrofális volt, ugye 5 betegünk volt, 2 nővére, ők is, de úgy kell mondani, hogy néha belünket is kihagyják. Megteszünk mindent, és ilyenek néha demotiválóak akarnak, és például ilyen mondatok is készítettek arra, hogy nem vagyok média szereplő, nem tudom, hogy jön át, amit mondok, de ilyen dolgok ne legyenek. Itt ez a beteg, aki már szerintem 5 napja lett, hogy lélegeztetőgépre tettem. Állja a szemem. Sokszor a májat is megtámadja. Ebből is láthatjuk, hogy az összes szervet megtámadja. Azt gondoltam, hogy sokkal jobb lesz, és romlik, és látom, hogy reggelhez képest is romlott. Megy fel a láza. És ő is például ivermectint szedett, meg még mindig szed. És időbe kezdte. Hogy vagyunk? Jobb ez így ez a légzés? Igen. Bírjuk még? Igen. Jó, még akkor nem szeretnél lélegezni. Na, még így megpróbálj, de ha nem fogja múlni, akkor muszáj lesz. Így előre mondom, jó? Jó, mert aztán sokan így voltak, hogy nem akarták, és aztán sajnos nem tudtam rájuk segíteni. De az nem jelenti azt, hogy lélegeztetőgépre kerülhetnek, mert egy jó páron úgy megmenekültek. De aki olyan állapotban volt, hogy nem azt mondtuk, hogy arra való, és azt mondta, hogy nem, abból mindenki meghal. Szeretném fűzni, hogy segítsenek rajtunk az emberek, mert mi is emberek vagyunk, és minap is az történt, hogy egyik jó kollégámnak, tapasztalt kollégámnak az a feleségét kellett oldanunk és lélegeztetőgépre tennünk, sajnos sok komplikációval, és az szívszorító volt, amikor felhívtam a volt kollégát, hogy a feleségét muszáj volt lélegeztetőgépre tenni, és az adott komplikációkat felsoroltam, és hálásan megköszönte, hogy nagyon hálás, hogy mindent megtettünk érte, és a beszélgetés végén szinte síró hanggal azzal búcsúzott, hogy 40 évig voltunk együtt, vigyázzon rá, doktor úr. Úgyhogy ezután ültem az orvosi szobába, és csak így meretten néztem magam elé, és mondom, nem tudom most mi van. És így átfutott, hogy ha nekem is ilyen lenne, vagy akár hozzátartozó, hogy ezt hogy tudná feldolgozni valaki. Úgyhogy ezért kérek mindenkit, hogy még bírjuk ki ezt a pár hetet, még akár hónapot, mert nem szeretnénk, hogyha katasztrofális orvostudományt kéne oldanunk, szóval kompromisszumokat hozni, amiért megmentsünk egy beteget a másik rovására. Úgyhogy ez a halálfélelmünk, és ezt szeretnénk.